Nem csak országosan, hanem megyei szinten is jelentős számú pedagógus hiányzik a köznevelésből és oktatásból. A pedagógusok szakszervezete szerint az egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogy nem vonzó a fiatalok számára a pedagógusi életpálya. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban fül a, Patilla, a pedagógusok szakszervezetének megyei elnöke. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok, én is örülök a megkeresésnek. A fő kérdés, miért nem vonzó? A bérek minden, tehát a, a, a bérek a fő indok? Jelentősen ugye hozzájárul nyilván ugye itt a bérkérdés is, ugye azt mindenki tudja, hogy a korábbi ugye, életpályamodell bevezetése óta gyakorlatilag ugye, befagyasztották ugye a pedagógus béreknek az alapját. Ugye 101.500 forint ugye, az az összeg, amely alapján ugye, a pedagógus életpályamodellben ugye, a bérek befagyasztásra kerültek, illetve ennek a különböző szózi, különböző kategóriáknak megfelelően történt ugye, maga a bérnek a megállapítása, és ez ugye évek óta nem változott, bár ugye, minden éven azért elhangzott, hogy jelentős ugye, béremelést kaptak ugye, a pedagógusok mind szeptember, mind a következő tanévben. Ez idéntől tulajdonképpen teljes egészében megszűnt, nincs újabb ugye, béremelés, nem hogy béremelés, hanem gyakorlatilag ugye, folyamatosan csökken a pedagógusok bérének a reál értéke. Ez egyébként jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy nem lett vonzó ugye, maga az életpálya modell, illetve a fiatalok számára a pedagógus pálya. Most jelenleg ugye, ott tartunk, hogy egy kezdő szakmunkás tulajdonképpen a bérével többet tud egy kezdő szakmunkás ugye, bérként keresni, mint maga a kezdő pedagógus, ugye, aki eljön és gyakornokként ugye, próbál meg a pedagógus pálya rejtelmeibe ugye, bekapcsolódni. Tehát tulajdonképpen ez is egy jelentős mértékű ugye, hozzájárulás ahhoz, hogy, hogy nem annyira szeretnék a fiatalok ugye, ezt a pedagógus pályát. Másrészt ugye jelentős mértékű, ugye visszatartó erő itt a, a pedagógus óraszámoknak a különbözősége, amely ugye gyakorlatilag megint csak egy olyan fajta ugye negatív tartalommal bír, ugye hogy a pedagógusoknál, akik már nem gyakornokok, hanem ugye jelentős időt töltenek a pályán, 22-től 26 óráig ugye lehet az az óraszám, amelyben ugye foglalkoztathatják őket. Ugye ez a, a kötelezően ugye tanúrai keretek között eltölthető ugye óra száma a pedagógusnak. Ezen felül azért még ugye jelentős mértében 32 óráig azért a helyettesítéseket is el kell lássák a kollégák, amit ugye nyilván látunk a, a folyamatosan ugye öregfő pedagógus társadalomban. Ugye látványosan ugye nem nagyon tudunk új pedagógus kollégát fölvenni, illetve a régi kollégák helyét így ugye betölteni. Innentől ugye nyilván a bent lévő kollégákkal kell a helyettesítéseket megoldani és ez ugye 32 óráig tulajdonképpen elrendelhető ugye minden egyes kollégának. Innentől kezdve ugye megnehezedik az a fajta ugye egyenlő munkáját, egyenlő bérezéssel, ami, ami, ami sajnos ugye több esetben is sérül egyébként bármelyik Uh, ugye oktatási rendszer, vagy, vagy, vagy oktatásnak bármelyik szereplőjét nézünk. Ez elég érdekes szituáció, ami most kialakult, mert régebben pedig arról lehetett hallani, hogy ha valaki szeretne elhelyezkedni, hát akkor uh, idézőjelesen a lyukakat. <laughs> De nagyon nehéz volt megtalálni, hogy uh, melyik intézményben van éppen pedagógus felvétel. Tehát teljesen a visszájára fordult, megfordult a történet. Igen, igen. Tehát tulajdonképpen ugye nagyon sok olyan betöltetlen álláshely van, ugye meg van hirdetve közigállás, ugye lehet folyamatosan ugye keresgélni azokat a pedagógus álláshelyeket, akár ugye ha gondolunk a bölcsödékre, óvónőkre, és akkor végig felépítve az általános iskolák rendszerét, ugye a ö, szakgimnáziumok, szakközépiskolákban folyamatosan ugye lehet találni olyan álláshelyeket, amelyek ugye meg vannak hirdetve, ugye keresünk rá ugye megfelelő képesítéssel rendelkező ugye személyeket. Ugye nem csak a pedagógus álláshelyekről kell egyébként Beszélni, hanem tulajdonképpen az egyéb alkalmazotti körben is, ugye hát nem annyira vonzó ez a, ez a bizonyos, ugye, ugye egyéb életpálya, vagy, illetve egyéb foglalkozhatottak köresen. Ott még inkább kritikus az a helyzet, amiről ugye beszéltünk itt a bérezés kapcsán, hiszen az ő bértáblájuk az, az gyakorlatilag egy olyan bértábla, aminek ugye be van fagyasztva tulajdonképpen a bére, és bármilyen kategóriát is nézzünk, ugye mindenhol az alap, ugye tulajdonképpen a 181.500 forint, független attól, hogy ki milyen végzettséggel rendelkezik ki, mondjuk nyilván, hogy hány éve töltött a pályámon, vagy kicsit később, ugye vannak differenciálások, ugye bérbeli eltérések, de jelentős mértékben nincs eltérés, tehát gyakorlatilag egy udvari munkás ugyanazt a bért kapja, hanem többet, mint mondjuk egy irodai dolgozó, aki akár ugye személyügyen dolgozik, vagy akár a, a, a viák az ügyintézésével. Tehát ott ugye még inkább kardinálisabb tényleg az a kérdés, hogy akkor ebben a munkakörben mennyire szeretne valaki akár felelősségteljesebb ugye, állást betölteni demográfia azért mennyire lejelenthet problémát, hiszen Nyíregyházán is van egy képző intézmény, és hát ugye azért néhány év alatt egészen jelentősen visszaesett a demográfiai mutató, tehát nem volt annyi diák, aki, aki jelentkezzen. Ez ugye a későbbiekben a pedagógus szakmában is problémát jelenthet, bár hogyha azt nézzük, kevesebb diákra, kevesebb pedagógus kell majd. Ezt nem tudom, hogy jól gondolom-e. Ez ilyen idézőjeles dolog. Ugye mindenki látja, hogy sajnos ugye vagyunk most egy olyan demográfiai, demográfiai völgyben, ahol ugye egyre kevesebb gyerek jön már mind a középszintű oktatási intézményekbe, mint pedig a felső oktatásba. Ugye most pedig az látszik egyébként, hogy nagyon sok gyermek születik, tehát az óvodákban, ugye bölcsödékben, óvodákban viszont ugye telt házzal működnek ugye ezek az intézmények, tehát azok a gyerekek ugye később érnek be mind az általános iskolába, mind a közép, mind pedig ugye a felső oktatási intézményekbe. De most tényleg egy, egy, ugye egy mélyponton ugye találjuk ugye magunkat, ezt látszik egyébként a beiskolázásoknál, az iskolákból, ugye 8 8 osztályból középiskolába ö, lépő gyerekeknek a, a beiskolázásában, ugye ez egy óriási ö, probléma, ugye nagyon sokan mennek ugye az erősebb gimnáziumokba, ö, egyre kevesebben választják ugye, a szakképzést, ö, ugye itt is látszik egyébként mondom az, az a fajta demográfiai hiány, ami ott jelentkezik, viszont ugye látjuk a pedagógus társadalomnál is, hogy most a Radkókorszak gyerekei ugye hamarosan nyugdíjba mennek, és gyakorlatilag ott, ott, tartunk, hogy ezeknek az embereknek ugye nincs megfelelő utánpótlása. Tehát ez ugye látszólagos, ez a kevesebb gyerekre, kevesebb pedagógusra lesz szükség, hiszen ugye alatta viszont ott vannak azok a feltörekvő ugye jövőbeli nemzedék, akiket viszont ugyanúgy meg ki kell nevelni, és a társadalom számára ugye hasznos, értékes emberré kell képezni. Tehát ugye ezt, ezt az űrt pedig valahol a pedagógusoknak kellene majd megoldani, és ugye vonzóbbá kellene tenni tényleg azt a bizonyos életpályát, amivel a fiatalokat is ugye jobban meg tudjuk szólítani, és jobban be tudjuk vonzani. Számunkra ugye elérhetőbbé, kézzelfoghatóbbá tudnánk tenni ugye azt a fajta hivatástudatot, amelyet ugye a régi kollégáktól most még van lehetőség ugye megtanulni, néhány év ugyan, de gyakorlatilag ugye azért a fiatalok számára Ugye mindig is egy nagy támogatás vagy segítséget jelent egy idősebb, tapasztaltabb kollégától ugye megtanulni azokat a ugye kulcsfogásokat vagy kulcsmomentumokat, amelyekkel a gyerekeket is motiválni lehet, és ugye megszeretetni számukra akár a, a jövő szakmáját, vagy a jövő bármilyen ugye előttük álló cél vagy foglalkozást. Van egy új nemzeti alaptanterv, amelyet, hát ugye, amelyet ugye még nem léptettek érvénybe, de majd jövőre, ha minden igaz, egy széleskörű körű társadalmi egyeztetés és utána majd fognak. Ha jól tudom, szeptember 30-ig kellett elküldeni a javaslatokat, hát gondolom a pedagógusok szakszervezete is megtette a, a saját javaslatait. És akkor e tekintetben lennék én arra kíváncsi, hogy itt milyen megoldások vannak. Igazából ugye a, mi is, ugye a pedagógusok szakszervezete is, ugye megszólítottuk ugye nem csak a tagságunkat, hanem a, az intézményben dolgozó ugye valamennyi pedagógust, ugye véleményezési lehetőséggel, ugye a, nyilván a rendelkezésünkre álló ugye tervezet alapján, ugye kollégáknak volt erre módja és lehetősége, hogy ugye véleményt nyilvánítassanak, ugye mind a bevezetésre kerül akár a nulladik évfolyammal kapcsolatban, mind pedig ugye a tananyag tartalommal kapcsolatban ezt ugye meg is tettük, ugye országos szinten e, tulajdonképpen az egyik alelnök e, társunk, ugye Totyik Tamás személyében, ő az, aki e, ugye összegyűjtötte, illetve e, a szakszervezet által ugye, egyfajta köntösbe formálta ezeket a véleményeket, és ezen véleményeket ugye tulajdonképpen mi a, a, az előterjesztés előtt ugye próbáltuk, vagy illetve próbáljuk is majd az egyeztetés során ugye e, egy vita témává illetve egy megbeszélés témájává tenni. Az idők ahol... véges, akkor mi lenne? Mi lenne? Ha azt a néhány javaslatot azért legyen szíves mondja el. Hát ugye nyilván itt ugye a, a tanulóknak, a gyerekeknek a túlterheltsége ugye az alapvetően egy óriási gond. Tehát ha most ugye megnézzük a jelenlegi oktatási rendszerben, ugye a tanulóink ugye több időt töltenek az iskola rendszerben, mint akár egy felnőtt ember a munkahelyén. Tehát bentölti a nyolc órát. Ugye gyakorlatilag ez olyan megterhelés a gyerekek számára, amivel ugye későbbiek folyamán látjuk egyébként, ahogyan ugye korosodnak a gyerekek. Ugye problémát jelent számukra az, hogy megfeleljenek ennek a napi 8 órás munkarendnek. Ez világos. A pedagógus hiánya kapcsolatban milyen a, javaslatok a, a, pedagógus hiányal kapcsolatban igazából javasolni, ugye mindenképpen azt szeretnénk, hogy legyen vonzóbb a pedagógus élet, életpálya. Egyrészt itt a, itt a, bérezésben is, másrészt ugye itt az órákban, illetve a leterhelésben ne legyenek ugye különbségek. Vagy egységesen legyen mindenki számára a 22 vagy a 23 óra előírás, de ez a 22-től 26 óráig, ez egy óriási feszültség ugye minden egyes intézményen belül, hogy valakiket ugye 22 órában mérünk, ugyanabban a bérezésben valakit pedig 26 órában. Ugye nyilván itt ugye nem megoldott a helyettesítéseknek a kifizetése, itt is van egy óriási űr, ugye éves szinten, ugye, tehát egyébként az úgy működik, hogy napi szinten kettőt, heti szinten hat alkalmat ír elő jogszabály, és éves szinten 30 alkalmat ugye egy pedagógus ingyen és bérmentve kell, hogy helyettesítsen ezen felül lehet ugye arra lehetőség, hogy akkor ezeket a helyettesítéseket óradéban kifizessék. Uh, tulajdonképpen ez is egy problémát jelent, a régi rendszerben teljesen másképp működött ez. Elment egy kolléga, helyettesíteni kellett, akkor azonnal ugye helyettesítését óra ebben, a, ebben az új nemzeti alaptan ternek. látnak erre megoldást, vagy lehetőséget? Ke kellene, tehát mindenképpen kellene erre ugye megoldást akár a nemzeti alaptanterven terven keresztül is ugye nyújtani. Nyilván széles a, a spektrum, javaslataink vannak. Hála legyen a jó Istennek azért, ugye látjuk, hogy az új országos vezetés próbál egyfajta kommunikációt ugye fölépíteni, tehát mindenfelé ugye nyitunk, próbálunk le tárgyalópartnerekkel tárgyaló partnerekkel, megbeszélni azokat a dolgokat, és tárgyalóasztal mellett ugye eredményeket elérni, nem elsősorban itt az erődemonstráció lenne az alapvető ugye feladat, hanem valahol ugye a tárgyalás és a kommunikációval elérni egy eredményt. Tehát akkor zajlanak a tárgyalások. a tárgyalások. kíváncsiak vagyunk a fejleményekre. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen a meghívást.